A bankok elszámoltatásakor a pénzről van szó, de az igazságosság eszméje és a tisztesség elve áll a középpontban. Ezt mondta a parlamentben Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint szép dolog, hogy a kormánynak igaza van a bankok elszámoltatásának kérdésében, de fel kell készülni a nemzetközi támadásokra is, mert Brüsszel már mozgolódik. A kormányfő beszélt még a gazdasági növekedésről, a rezsicsökkentésről, a NATO csúcsról, és hangsúlyozta, Magyarország összes települése készen áll az önkormányzati választásokra. Az önök elé terjesztett törvényjavaslattal végre rendet teszünk a bankok és az emberek zilált viszonyában. Így összegezte az elszámoltatási törvény lényegét Orbán Viktor a parlament őszi ülés szakának első napján. A miniszterelnök szerint a bankok visszaéltek az erőfölényükkel, tisztességtelenül jártak el, az emberek rovására egyoldalúan módosították a szerződéseket. A kormányfő kijelentette, azt várják a pénzintézetektől, hogy zárják le a tisztességtelen hitelek korszakát, és jöjjön el a fair bankok korszaka. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, a képviselőknek erősnek kell lenniük, nem szabad félniük a nemzetközi támadásoktól. A bankok önmagukban is erősek, bátrak és ravaszak. Ravaszak, mint a példázatban szereplő denevér, amikor a madarakra vetik ki az adót, a denevérek a fogukat mutatják, amikor pedig az egerekre róják ki, akkor pedig a szárnyukat. A miniszterelnök kijelentette, folytatódik a rezsicsökkentés is, az áramárának szeptemberi csökkenése után október 1-jével a távhődíja csökken 3,3%-kal. Hozzátette, a magyar emberek és családok akkor lesznek biztonságban, ha a megélhetéshez szükséges költségeket ki tudják fizetni. A rezsicsökkentés olyan, mint csebben a tenger, minden benne van, egész politikánk sűrítménye ez. Alapvetése egyszerű, arról szól, hogy a magyarokról senki sem húzhat le 7 bőrt az alapvető szolgáltatásokért. Orbán Viktor elmondta, az adócsökkentés politikája működik, egyre többen tolják a közös szekeret, miközben kevesebben ülnek rajta. A miniszterelnök szerint erős alapokon nyugszik a gazdasági növekedés, növekszik a beruházások száma és csökken a munkanélküliség. Hozzátette, az Európai Uniós partnerségi megállapodás új korszakot nyit Magyarország számára. Ezek a források jelentősek, ám ez nem ajándék. Nagyságrendjében megegyezik azzal az összeggel, amit a külföldiek profit utáni osztalék formájában kiszoktak vinni az országból. Vagyis az Európai Uniós támogatással tudjuk egyensúlyban tartani a nemzetgazdaságot. Orbán Viktor a NATO csúcs eredményeiről is beszélt. Szerinte az ukrán válság megerősítette az Észak-Atlanti Szövetség tagjait abban, hogy akármelyik tagállamot támadják meg, az olyan, mintha az összeset megtámadták volna. A miniszterelnök kijelentette, a jövőben Magyarország többet fog fordítani honvédelemre. Kibővítjük a pápai repteret, a magyar katonák pedig a balti térségben fognak gyakorlatozni. A kormányfő megemlítette az utóbbi időszakban napvilágot látott gyermekellenes bűncselekményeket, pedofil botrányokat. Szerinte ezekben az ügyekben lépni kell, szigorítani kell a gyermekvédelmi törvényeket. Ez kiemelt feladata lesz idén a parlamentnek. A kormánypártok szerint bátor és igazságos a bankok elszámoltatása, az ellenzék szerint megkésett és álságos. A szocialisták mérlegre tennék a kormány eddigi munkájának eredményeit. Orbán Viktor erre úgy riposztolt, a választók már többször elfenekelték az ellenzéket. Tisztelt képviselőtársaim! A Fidesz frakció vezetője szerint a bankok elszámoltatása nem csak a deviza, hanem a forint hiteleseknek is megoldást jelent. Rogán Antal szerint 2002 után csak a bankoknak kedveztek a kormányok. Hogy bezzeg, mikor kormányon voltak, akkor végig úgy viselkedtek, mintha benne lettek volna a bankok zsebében. Mert csak olyan javaslatokat láttunk tőlük, amelyek a bankoknak tettek jót. Ők engedték meg nem csak a devizahitelek elterjedését, hanem sajnos kormányon az egyoldalú szerződésmódosításokat. Harag Péter azt mondta, az elszámoltatási törvényjavaslat tisztességes és bátor. A kialakult helyzet pedig nem csak pénzügyi, hanem társadalmi kérdés is. A mi szabadságunk, a társadalmi igazságosság és a tisztesség határain belül kell, hogy működjön. Úgy látszik, hogy az tisztességtelen haszonszerzés jelenléte megfelelt ennek a balliberális szemléletnek, legalábbis nem zavarta őket. A Jobbik támogatja az elszámoltatási törvényt, de Vona Gábor szerint a kormány késlekedett. Azt mondta, ami most tisztességtelen,
az volt 4 éve is. Több százezer embernek kellett elmenni ebből az országból, többek között a devizahitelválság miatt, és azt se hallgassuk el, hogy sajnos több százan, vagy akár még többen lettek öngyilkosok, vetettek véget saját életüknek, szintén a devizahitelválság miatt. Schiffer András szerint hetsz kampány zajlik a civilek ellen. Azt kell látni, hogy az elmúlt napok üzenetei egy hadüzenettel érnek fel a bátor, az önmagukat képviselni akaró magyar emberek felé, hogy mindenki megütheti a bukáját. Az MSZP minden olyan megoldást támogat, amely segíti az embereket. Tóbiás József azonban számadást készítene a kormány előző 4 évéről. Azt javaslom, hogy minden parlamenti bizottság hozzon létre egy olyan albizottságot, amely 2010 és 2014 közötti kormányzás mérlegét vonhatja meg. Orbán Viktor viszont válaszában azt mondta, nem lát jelentős különbséget az MSZP új elnökének szavai és régi politikájuk között. Hányszor fenekelje el még önöket a magyar nép, hogy belássák, érdemes változtatni az eddigi politikájukon. Az elszámoltatási törvény általános vitája kedden kezdődik.